Sziasztok! Ez itt a Lapról Lapra, és ma veletek közösen fogom kibontani a könyv vagy képzés csomagomat. Mielőtt kibontanám a csomagot, szeretném elmondani, hogy milyen hálás vagyok a könyvmoly képző kiadónak. Ez többek között a legutóbbi rendelésem miatt is van, mert amikor legutóbb kiérkezett a csomagom, akkor sajnos az egyik könyvben volt egy kis sérülés, és ezt jeleztem a kiadó felé, de nem panaszként, inkább csak jó tanácsként, hogy jobban legyen bepakolva a legközelebb, de nem is kértem cserét, és nem is volt ezzel problémám. Mégis a kiadó azonnal szervezett egy futárt, és kaptam egy teljesen új hibátlan könyvet, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm. Korábbi videómban említettem, hogy nagyon szeretném megszerezni Csaba kihívására, meg már amúgy is régóta kívánság listában, Colleen Hoovertől a November 9 című könyv, és ekkor megláttam, hogy a perzselő ősz akcióban rubinpöttyös könyveket lehet akciós áron beszerezni, úgyhogy gondoltam, itt az alkalom, tehát ezzel már is árultam az egyik könyvet a csomagban, de kiegészítettem a rendelésem még pár könyvvel. Lássunk is hozzá! Bontom, óvatosan. Bár tudom, mi van benne, próbálom nem belenézni, és akkor nem fogom tudni, hogy mi lesz a következő. Na, elsőként benne van egy könyvjelző, ami zafírpöttyös, szárnyaló fantázia, erős történet, perzselő izgalom. Ilyenem még pont nincsen, úgyhogy kiegészül a könyvjelző táram. És akkor az első könyv az a Zajlik az élet. Ezt az akció keretén belül vásároltam. Ez is Rubin pöttyös könyv, mint a November 9. Korábban nem ismertem ezt a könyvet, az akció miatt tetszett meg a borítója, aztán elolvastam a főszövegét. Ha minden igaz, egy ilyen kis csiklit könyv, amiből nem túl sokat olvasok, de ideje errefelé is tágítani a látókörömet. Ha jól értettem, arról szól, hogy egy munkát kap a főszereplőnő, de beleszeret a főnökének a férjébe, és hát... gondolom, csak zajlik tovább az élet, majd kiderül. Úgy gondoltam, hogy ezen az akciós áron egy nagyon érdekes kis sztori lett belőle, elolvastam olyan az értékeléseket, és ott azt írták, hogy több van ebben a történetben, mint amennyit elsőre gondolunk, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tényleg így van-e. Következő. Egy aranypöttyös könyv, ezt nem az akció miatt vettem meg, hanem régóta szerettem volna, és akkor most láttam lehetőségét. Ne kérjétek, hogy kimondjam a koreai író nevét, de Vigyázzatok anyára című könyv, ami a Men Ázsia irodalmi díj győztese, és aranypöttyös révén biztosan egy elgondolkodtató és egy mélyebb olvasmány lesz, tehát kicsit talán ellentéte az előző könyvnek. A könyv egy anyáról és a családjáról szól. Az anyuka elkeveredik egy metróállomáson, a családja próbálja őt megtalálni, és időközben kiderülnek a nőről mindenféle titkok, amit a családja eddig nem tudott, úgyhogy elég izgalmasnak ígérkezik. Nézzük a következőt. Hát itt a November 9, és tudom, hogy van-e, aki nem ismeri. A történet egy fiúról és egy lányról szól, akik messze élnek egymástól, de évente egyszer November 9-én találkoznak. Hát ez állítólag egy new adult, kellemes, romantikus könyv. Néha ezt is jó olvasni, főleg egy novemberi hideg estén. A
Ez az utolsó könyv. Azt hiszem, senkinek nem kell bemutatnom Böszörményi Gyulának Lányrablás Budapesten című könyvét. Én sajnos eddig kimaradtam Ambrózy Báró történetéből, de nagyon-nagyon szerettem volna már régóta megvenni a könyvet, úgyhogy ez most egy nagyon jó alkalom volt rá, és nagyon boldog vagyok, hogy legalább az első rész már a polcomon van és olvashatom. Szerintem legtöbbeteknek nem kell bemutatnom, hogy miről szól, de egy pár szóban a történet Budapesten játszódik az 1800-as évek végén, és az úgy kezdődik a történet, hogy egy fiatal lány eltűnik, de 4 évvel később az apuka kap egy titokzatos levelet, és innen elindulnak a bonyodalmak hosszú sorozaton keresztül. Nagyon sajnálom, hogy idén elhunyt az író, így már nem találkozhatom ezután vele, de legalább az életművét szeretném elolvasni majd. Tehát ezt a 4 könyvet kaptam a könyvboly képzőtől, mindegyik nagyon szép, és mindegyik eléggé más, és nagyon várom, hogy olvassam őket. A november 9-et nagyon hamarosan fogom, de a Vigyázzatok anyára is szerintem utána sorra kerül. Igazából remélhetőleg mindegyiket még az idén el fogom olvasni. Köszönöm, hogy itt voltatok. A következő videóban bemutatom nektek az én kedvenc könyveimet, úgyhogy nem sokára találkozunk újra. Lapról lapra. Sziasztok!